Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazinműsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Gazdaságélénkítés, helyi kedvezmény, utolsó ülését tartotta a pécsi közgyűlés. Lakótelep felújítás, 1,3 milliárd forintot költenek el Pakson fejlesztésre. Új takarmányozó üzem épül Böhönyén, egyedülálló technológia 3,3 milliárd forintos létesítményben. A helyi választás más, több kifogásra számítanak a területi választási irodán. Gazdaságélénkítési döntések, kedvezmény a pécsieknek, technikai jellegű témák. Röviden ezek szerepeltek a városi közgyűlés előtt csütörtökön. A növekvő iparűzési adó bizonyítja, hogy élénkül a pécsi gazdaság. Ezt támogatta az ipari parkos döntéseivel a testület. De az autósoknak is kedveznek mostantól, bevezetésre kerül egy kártya, ami a parkolást teszi olcsóbbá. Utolsó ülését tartott a pécsi közgyűlés csütörtökön. A képviselők még utoljára 38 napi rendi pontot tárgyaltak meg és szavaztak azok tartalmáról. Az egyik ilyen volt az a kedvezmény, amit a városban élők kapnak ezután. Bevezetésre kerül a városi parkolókártya, amely a pécsi állandó lakcímmel rendelkező polgároknak 30 perc, tehát fél óráig a kettes számú díjvezetben rendszámhoz kötötten a kártya igénylését követően fogja majd biztosítani a lehetőségét a félórás ingyenes várakozásnak. Ez egy fontos gesztus a pécsiek felé. Ezen kívül több gazdaságfejlesztési döntést is hozott a testület. Őri László azt mondja, növekvő pályára állt a pécsi gazdaság. Ezt bizonyítja, hogy tavaly 700 millióval több iparűzési adót fizettek a városban. Cél, hogy újabb vállalkozások, befektetők érkezzenek az ipari parkokba. Ezt támogatta csütörtöki döntéseivel a közgyűlés. Tárgyaltunk ipari park terület vásárlást, ipari park bővítést, tárgyaltunk arról, hogy hogyan, milyen formában tudunk új iparcsarnokokat építeni Pécset, illetve most megépülő iparcsarnokok hasznosításáról is szó esett. A fejlődés tehát elindult Pécset, azonban nem dőlhetünk hátra, nem állhatunk meg, hiszen pécsiként azt is világosan látjuk, hogy ez a város még messze nem tartott, ahol tarthatna, tehát van még feladat bőven. Én abban bízom, hogy az októberi önkárti választásokat követően egy új lendületet tudunk venni. Ehhez az önkormányzati választás után a kormány támogatására is számít az önkormányzat, mondja az alpolgármester. Döntött a testület arról is, hogy megvásárolja pécsi buszpályaudvarokat Kertvárosban, Uránvárosban és a Budai Vámnál. Erre közel 77 millió forintot fordítanak. Rendkívüli testületi ülésen döntött a Paksi képviselőtestület a helyi fejlesztési és vagyongazdálkodási ZRT alaptőkéjének leszállításáról. Az így felszabadított 1,3 milliárd forintot a testület átcsoportosította az önkormányzat költségvetésébe. A pluszpénz pedig a lakótelepi központi park felújítására fordítják. A megújult városháza első emeleti tárgyalójában rendkívüli testületi ülést tartott Paksváros önkormányzata, melyen egy napi rendi pontot tárgyaltak a városatyák, mégpedig a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT alaptőke leszállítását. A végrehajtásról még júniusban döntöttek, azonban a cég bírósági bejegyzés végzését meg kellett várniuk, mely a napokban megérkezett. Egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangú döntéssel megszavazta a Paksi képviselőtestület a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ZRT alaptőke leszállítását. Az így felszabaduló 1,3 milliárd forintot a grémium átcsoportosította az önkormányzat költségvetésébe, melyet a lakótelepi központi park rekonstrukciójára fordítanak. A döntést követően napokon belül megkezdődhetnek a munkálatok. Emelt műszaki tartalommal tudják megvalósítani a központi park kialakítását, amely többek között a 3 év alatt megnövekedett anyagköltséget, a közvilágítás újragondolását is tartalmazza. Mindez nem csak a Paksi önkormányzat költségvetését terheli. Magyarország kormányától még a tavalyi év során kaptunk 8 milliárd 17 millió forintot, és rész közterületek felújítására, és hát természetesen a Paksi lakótelep központi park is közterületnek számít, így a többletköltséget igazából, hangsúlyozom még egyszer, nem a paksiaknak kell viselni, hanem Magyarország kormánya fogja viselni. A munkagépek 8-10 napon belül megkezdhetik a munkát a lakótelepen. A két ütemben zajló munkálatok a Kishegyi út felől kezdődve haladnak. A teljes körű felújítás összköltsége 2,1-2,2 milliárd forint lesz.
3,3 milliárd forintból épül új takarmányozőüzem Böhönyén, a térség vezető mezőgazdasági cége 1,2 milliárd forint állami támogatást is kapott a beruházáshoz. Az építkezés Bokréta ünnepén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, az egész ország érdekét szolgálja a beruházás, így a kormány célzottan támogatja a hasonló fejlesztéseket. Böhönye életében mindig is fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság, erről beszélt a település polgármestere az egyik somogyi vezető cég beruházásának Bokréta ünnepén. A településen már közel 30 éve tevékenykedő belga származású család folyamatosan fejleszt, ezúttal egy hazánkban egyedülálló tápgyár felépítésébe fogtak. Az üzem, ez egy 100 000 tonás évi kapacitással bíró tápgyár, és azért részben azért különleges, mert nedves kukoricából tud tápot készíteni. A beruházás összértéke mintegy 3,3 milliárd forint, amelyből 1,2 milliárd forint állami támogatás. Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a kormány számára kiemelten fontos a hasonló fejlesztések támogatása, hiszen a magyar gazdaság Európa bajnok növekedése a vidéknek köszönhető. Itt az elmúlt negyed évben az országos beruházási növekedési átlag dupláját tudták felmutatni a vállalatok. 50%-kal növelték a beruházásaikat 20 milliárd forint értékre, és ez a beruházás is ebbe a sorba illik. Az egyedülálló üzemet várhatóan jövő nyáron adják át. Letették a bátaszéki agrárlogisztikai központ alapkövét. Bozsolik Róbert, a település polgármestere azt mondta, történelmi jelentőségű beruházása ez a város életének, mert soha nem épített még önkormányzat olyan gazdasági egységet, ami munkahelyeket teremtett volna az ott élők számára. A rendszerváltást követő időszakot áttekintve Bátaszék városában még nem volt olyan önkormányzat által finanszírozott beruházás, amely munkahelyteremtést céllal került volna megrendezésre. Éppen ezért nevezte az agrárlogisztikai központ megépítését történelmi jelentőségűnek Bozsolik Róbert polgármester. A tervek szerint a megépülő hűtőház nagy segítséget jelent a térségben élő mezőgazdasági vállalkozások piacra jutásában, elsősorban az exportra való kereskedés segítésében, hangzott el a megnyitón. Az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Ezt kettős céllal gondoltuk megvalósítani. Egyrészt mintegy 15-20 bátaszéki számára munkahelyet tud majd teremteni a működése során. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy a környékbeli mezőgazdasági vállalkozók számára egy olyan szolgáltatási lehetőséget tud nyújtani, amivel piacképesebbek tudnak lenni a működésük során. A mostani alapkülététel egy kezdeti lépés, hiszen a 6 hektáros kiépülőben lévő ipari parkban már vannak jelentkezők, ami egy fejlődés lehetőségét ígéri, mondta Bozsolik Róbert. A kivitelező képviselője kiemelte, a tervek alapján elkészülő épület is alkalmas lesz a további fejlesztésre. Vagy ez a logisztikai csarnok terület, az a rendelkezésre a területnek a felét használja ki, tehát tulajdonképpen itt akár egy későbbi második ütemű bővítés, így hogy ezek a sikerek itt ezt igazolják, és lesz rá befektető és forrás, akkor szintén ez tovább épülhet. A hűtőháza tervek szerint jövő év tavaszán várja majd az első szállítmányokat. A térség gazdasági alapú társadalmi felzárkózásának lehetőségeit tárgyalták egy fórum keretében Kozár Mislenyben. A cél a helyi vállalkozók helyben tartása és fejlesztése. Az EFO pályázat keretében megvalósuló rendezvényen 4 előadást hallgathattak meg a meghívottak. A bói példát Hás József boly polgármestere ismertette. Vállalkozók, intézményvezetők és önkormányzatok képviselői találkoztak egy fórum keretében Kozár Mislenyben, akiknek fontos, hogy Pécs környékén gazdasági alapú társadalmi felzárkózás jöhessen létre. Hárs József boly polgármestere a sikeres bói példát ismertette a megjelentekkel. Hiába van területünk, hiába van összközműves ingatlanunk, amit kínálunk a vállalkozók felé, hiányzik valami, méghozzá az, hogy magyar vállalkozóknak nem igen van zöldmezős beruházásra pénzük, források. Külföldiek meg nem akarnak építkezni, és nem akarnak 3%-os amortizációt elszámolni, ezért úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat bérelhető csarnokokat fog építeni. Jelenleg már 11 csarnokot béreltünk, adunk bérbe a Bói Ipari Parkban, és úgy látszik, hogy erre még mindig van igény.
A 2017-ben alakult Porta Pannonia Egyesület célja, hogy a helyi vállalkozók helyben maradjanak és a településen tudjanak fejlődni. A Porta Pannonia Egyesület nagyon fontosnak tartja, hogy Kozár Mislenyben a lakosság mellett olyan érdekhordozókat is megkérdezzünk, mint a helyi vállalkozói réteg, és éppen ezért egy vitát vagy megbeszélést kezdeményezünk, hogy hogyan tudnánk fejleszteni Kozár Mislenyt az ő segítségükkel. Varga Éva önkormányzati képviselőként, igazgatóként 2 évvel ezelőtt indított el egy olyan együttgondolkodást, melynek az volt a célja, hogy a települési és az iskolai fejlesztések megvalósulhassanak. Ezt indították újra most a Baranya megyei önkormányzat segítségével. Mi az, amiben a mai napban én előrelépést várnék, abban, hogy azok az emberek, akik továbbra is a településükért szeretnének valamit tenni, azok ma itt együtt gondolkodva egy vezérfonal mentén, egy gondolatfonal mentén, amelyet majd gondolom az főelőadónk meg fog tenni, azon elgondolkodva szintén el tudják helyezni magukat akár a leendő fejlesztésekben, ami a településen lesznek, azokban a megkezdett innovációkban, amelyeket tovább folytatunk. Az EFOP pályázat keretében a megye több településén tartanak előadásokat, fórumokat, hogy a térség szereplői segítségével, közösségi együttműködésre alapozva társadalmi felzárkózásra nyíljon lehetőség. Kozár Mislen azért fontos a számunkra, mert számos ipari fejlesztés, számos komoly befektető, számos olyan program zajlik ebben a térségben is itt Pécs környékén, ahova szakképzett munkaerőre van szükség. Ebből adódóan a mai nap elsősorban arról szól, hogy a jövőbeni fejlesztésekhez milyen típusú szakképzettségre, milyen típusú oktatási előmenetre, és nagyon fontos, milyen közösségi együttműködésre lenne szükség. A Kozár Mislenyi Fórumon elhangzott, hogy a gazdasági alapú társadalmi felzárkózás vezethet hosszú távon eredményhez. Ehhez befektetések, munkahelyek és szakképzett munkaerő kell. Néhány héten belül lezárul a hazai takarékszövetkezetek összeolvadása, ezzel pedig az ország egyik legtőkeerősebb 100%-ban magyar bankja jön létre. A Hungária Takarék már most is a régió egyik legmeghatározóbb pénzintézete. A fúzió várható előnyeiről most Dombóváron tájékoztatták a vállalkozókat. A Hungária Takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni. A Takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is, ám a Hungária Takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a Takarék ügyvezető igazgatója. Megpróbáljuk megőrizni a Takarékszövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket, a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária Takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé jár, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a Paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária Takarék. Akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízvezetés. Tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonalási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, akkor értelemszerű az már előnyt tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be. 400 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újult meg Balatonkeresztúr vízelvezető rendszere. A területen a csapadék éves mennyisége meghaladja 800 mm-t. A heves esőzések miatt a település egy-egy részét gyakran elöntötte a víz, lakóingatlanok kerültek veszélybe.
A mostani beruházással azonban közvetlenül a Balatonba vezetik vissza a vizet. Most egy 400 millió forintos csapadékvíz elvezetési projektet fogunk átadni. A terület és település fejlesztési operatív programban elnyert pályázaton teljesen megújult Balaton-Keresztúr vízelvezető rendszere. A beruházásra már nagy szükség volt, hiszen hosszú évek óta visszatérő problémát okozott a csapadék. 2010 és 2015 között 6 alkalommal is komolyabb villámár keletkezett. A legsúlyosabb az 2015. augusztus 17-én, amikor több száz ingatlant öntött el a hirtelen lezúdult csapadék, illetve pincéket és közterületeket is megrongált, veszélyeztette a 7-es főutat, valamint alámosta a Budapest-Nagykanizsai vasútvonalat is. A mostani fejlesztéssel közvetlenül a Balatonba vezetik vissza a településről a vizet, így a lakó és nyaraló ingatlanok is biztonságban lesznek. Több kifogásra számítanak az önkormányzati választási kampány ideje alatt a területi választási bizottságnál, mint a korábbi Európai Uniós vagy országgyűlési képviselő választásnál. A területi választási iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás általában sokkal személyesebb, így a kampány is hevesebb tud lenni, mint általában. Mi sokkal többre számítunk, mint amennyi az előző két választásnál volt. Gábor Ferenc, a területi választási iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás más, mint a többi. A májusi európai parlamenti választás előtt szinte csak központilag folyt a kampány, ezért kevés kifogás érkezett helyben, és a 2018-as országgyűlési választás kampánya alatt sem volt kiemelkedően sok dolguk a választási bizottságok tagjainak a kifogások elbírálásával. Az önkormányzati választási kampány ideje alatt viszont jóval többre számítanak. Sokkal személyesebb a kampány. Ebből kifolyólag sokkal nagyobb a versengés, és ebből kifolyólag azt látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy sokkal több kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz, mint az előző kettő választásnál, az EP választásnál és az országgyűlési választásnál, tehát mi arra készülünk, hogy több kifogás lesz. Szeptember 9-éig lehetett jelölteket bejelenteni, attól kezdve lehet mondani, hogy tulajdonképpen élesbe fordult a kampány. Aki törvénysértést tapasztal ennek során, az kifogással élhet, amit a helyi választási bizottságok bírálnak el első körben. Dolguk van bőven. A jelöltek nyilvántartásba vétele megtörtént, a sorrendeket is megállapították. A szekszárdi választási bizottság azóta szinte 2-3 naponta ülésezik, és eddig mindegyik ülés napirendjén szerepelt kifogások elbírálása is volt, hogy csak az. 3 napon belül döntést kell hozzanak, ami ellen persze lehet fellebbezni, azok az ügyek jutnak a megyei szintre, vagyis a területi választási bizottság elé. Nekünk is szűk a határidőnk, 3 nap áll rendelkezésre, hogy a területi választási bizottság hozzon egy döntést, és ez ellen is még lehet egy jogorvoslati fórum, bírósági felülvizsgálat, ez pedig szintén a területi választási bizottság döntés ellen lehet benyújtani, és a pécsi ítéltáblához fogjuk felterjeszteni. A rövid határidők azért vannak, hogy ne húzódhassanak el az ügyek, és ne befolyásolhassák a választás végeredményét, illetve hogy mielőbb értesülhessenek a választópolgárok, a jelöltek, jelölő szervezetek is, hogy a tevékenységük helytálló-e vagy sem. Fellebbezés elmulasztása esetén a döntés kötelező az érintettekre nézve, ismétlődő törvénysértés esetén pedig a választási bizottságok akár bírságot is kiszabhatnak. A közjó összetart egy közösséget, akárcsak egy könyvet, a Szilárd gerince, mondta Áder János Csurgón. A köztársasági elnök a Somogy megyei város fennállásának 1000. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi közgyűlésen vett részt. Álló tapssal köszöntötték a köztársasági elnököt a csurgóiak. Áder János beszédében példaként Festetics György történetét osztotta meg, aki iskolát adományozott a városnak, vagyonát pedig a közjó szolgálatába állította. A közjó azonban különleges holmi. Mert a közjóban egymásba oltódik kevesek dicsőtette és sokak hűséges ragaszkodása. A közjóban ugyanannyit ér egy hatalmas adomány, mint az egymásra való odafigyelés, a becsületes munka, a mindennapi emberség. A közjó összetart egy közösséget, akárcsak egy könyvet, a Szilárd gerince. Festetics György is a nemzeti értékekhez ragaszkodó Magyarországot akart, tette hozzá Áder János. Csurgó polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, meg kell őrizni az elődök hagyatékát, mindazt a jót, amit hazájukért és városukért tettek.
Azok a közösségek lettek igazán sikeresek, amelyek saját önazonosságukat és saját örökségüket nem csak megőrizték, hanem meg is erősítették. Ezt tartották szem előtt őseink, és ezt igyekszünk tenni mi is. Ez a mai ünnep az emlékezés ünnepe. Büszkeség tölt el bennünket, hogy az előttünk élő nemzedékek saját megharcolt munkájuk alapján adták tovább, ápolták a stafétabotot, és büszkék vagyunk ezer éves múltunkra és kultúránkra, fogalmazott Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője. Az ünnepi közgyűlést követően a város életében legtöbbet munkálkodók díszpolgári címet, míg Szászfalvi László a milleniumi díszok levél aranyfokozatát vehette át. Még 10 év után is a szocialista városvezetés idejéből származó botrány rövidíti meg a városi kasszát. Az emlékezetes busz eladási ügy utórengése, hogy az 1 forintért eladott és 2,5 milliárdért visszabérelt pécsi járműflotta törvénytelen ügylete miatt kell fizetnie az önkormányzatnak. Ugyanis az elmaradt áfa miatt az adóhatóság zálogot tett a buszokra és a buszpályaudvarokra. A felszámolás alatt álló PKZRT tulajdonában lévő pályaudvarokat most tudja visszavásárolni Pécs. Elzálogosítva 150 milliós csontváz a szocialista városvezetés szekrényéből. Ezeket a feliratokat rakták ki az uránvárosi buszpályaudvaron pénteken. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy még 10 évvel a szocialisták vitézlése után még mindig csontváz dől ki a szekrényből. A tegnapi közgyűlésen szembesültünk azzal, mi pécsi polgárok, hogy a mögöttünk lévő pályaudvar és még kettő, a Kertváros és a Budai állomás pályaudvara el lett zálogosítva. Annak a buszügyletnek a nyomán, amikor ugye mindannyian emlékszünk, hogy lassan 10 éve a Tóth Bertalan vezette szocialista városvezetés eladta a buszokat fillérekért, majd visszabérelte 2,5 milliárdért. Azonban az áfát nem fizették meg, ezért az adóhatóság lefoglaltai zálogba vette a pécsi buszflottát és a pályaudvarokat, hogy a kiszabott 1,7 milliárdos elmaradt adót és büntetést behajtsák. Közben a bíróság az üzletet semmissé nyilvánította, a korábbi buszos cég vezetőjét elítélte. Azonban a buszpályaudvarok a pécsi közlekedési vállalat tulajdonában maradtak, aminek a felszámolása még tart. Most jutottunk el odáig, hogy a buszpályaudvarainkat, mind a kertvárosi, uránvárosi, keleti vissza kell és vissza tudjuk vásárolni. Ez azt jelenti, hogy újra közösségi, városi tulajdonba fognak kezelni a pályaudvarok, újra mi leszünk a gazdái, újra a pécsiek lesznek gazdái a saját pályaudvaraikat, ami a 2009-es jogügylet után kikerült tulajdonunkból, és éveken keresztül bérelhettünk vissza. A felszámoló cég felhívására tett a buszpályaudvarokra ajánlatot a város. Erről döntöttek a közgyűlés ülésén csütörtökön. 135 millióért hirdették meg a buszpályaudvarokat, de mivel a helyi adóval is tartozik a PKZRT a városnak, ezért 76,8 millió forintért kaphatta meg a város ezeket az ingatlanokat. A tervezett időpontra épült meg az az út, ami több mint 30 gazda közlekedését és a vízelvezetés problémáját is megoldja Bátaszéken. Az út a tavalyi esőzések alkalmával sérült meg, és Viszmajor keret segítségével épülhetett újjá. Ilyen volt a tavalyi esőzést követően a Molyhos-tölgyhöz vezető út. A patkát szinte teljesen elmosta az eső, és félő volt, hogy az idei időjárás hatására megrongálódik és besüllyed az útszakasz. A város a Viszmajor alapból pályázott a rendbehozatalára. Augusztus végén Bozsolik Róbert polgármester ígéretet tett arra, mire a szület megindul, készen lesz az útfelújítás. Igyekszünk, hogy itt lehetőség szerint szeptember közepére már zavartalan közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani. Ezek a képek ma délelőtt készültek az említett útszakaszon. Láthatóan minden az ígéreteknek megfelelően történt, elkészültek a munkálatok, a kivitelező a műszaki átadás keretében visszaadta az útszakaszt. A kivitelező első osztályi minőségben határidőre elkészítette azt a mintegy 320 méternyi útszakaszt, ami 1,1 méter szélességben visszaállítja a Viszmajor helyzetből adódó műszaki állapotot, sőt egy kicsit meg is erősítettük, hiszen olyan műszaki megoldást találtak ki a kollégák, ami egy irányítottabb vízlevezetést is tud majd biztosítani. Hát bízunk benne, hogy maga a szegélyt a mezőgazdasági vállalkozások tekintetben fogják tartani, és hát lehetőség szerint hosszú életű lesz majd ennek a műszaki állapota. A város 9,6 millió forint támogatást kapott az építésre, melyhez az önkormányzat további 4 millió forintnyi önelőt biztosított.
Várhatóan egy-két héten belül a hegyen birtokkal rendelkező közel 30 gazdálkodó rendelkezésére áll majd a teljes útszakasz. Az elkövetkezendő években 6000 fát ültetnek Kaposváron, mondta Szita Károly polgármester. A Berzsenyi Park legutóbb egy kocsányos tölggyel gazdagodott, amelyet a város vezetője mellett az evangélikus egyház képviselője és diákok ültettek el. A megyeszékhely számára fontos a zöld területek bővítése, ezért is kezdett faültetési programba a város, mondta Szita Károly polgármester. Az elkövetkező években 6000 fát ültetünk majd Kaposváron, nem azért, mert kevés van ebben a városban. De ez a város egy zöld város, a nyitottságot, a boldogságot és magát a szabadságot is jelképezi, hanem azért is, hogy mi is példát mutassunk, egyrészt kövessük elődeink példáját, de példát mutassunk majd az utánunk következőknek is. A Berzsenyi Dániel tagiskola csatlakozva a megyeszékhelyi faültetési programjához egy kocsányos tölggyel gazdagította a parkot. Egy különleges időkapszulát is elhelyeztek, benne a Kaposvár város részeiből érkezett földdel. Bele pedig jelképesen gondolatokat is ültettek, amelyeket tovább örökítenének a jövőnek. Így többi között a békét, a tiszteletet, az összetartozást, a szeretetet és a haladást. Az iskola udvarán ma is áll egy 90 éves kocsányos tölgy, a szabadságfa. Ez a múltat jelképezi, az új fa a jövőé. Nem pótolni, hanem előrevetíteni egy újabb tölgyfát, és ugyanaz a tölgyfa fajta, és reméljük, hogy ez is meg fogja érni a 90 évet. Tehát a mi gyerekeink ültetik, és remélem jobban is fognak rá vigyázni. A híressé vált 90 éves kocsányos tölgy továbbra is versenyben van az év fája címért. A kaposvári szabadságfára október 1-jéig még lehet szavazni. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Másfél milliárd adót csalt el a bűnbanda, akár 20 évet is kaphatnak a vezetők. Harc az emlőrák ellen, képzésekkel, önvizsgálattal előznék meg a bajt. Eltérő tarifák, már pénzbe kerül az elektromos autók feltöltése. Együtt gyermekeinkért, jótékony célú futóverseny Királyegyházán. Több mint másfél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek egy 25 cégből álló láncolat. A cégháló vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerőkölcsönzéssel foglalkozott. Az ország több pontján vállaltak megbízásokat. 20 gyanúsítottat fogtak el a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommandósai. A vádlottak többek között nem fizettek se adót, se járulékot, de fiktív számlákat is kiállítottak. Egy bűnszervezetként működő 25 cégből álló láncolat tagjaival szemben javasol vádemelést a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pécsi központú vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cégháló Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállalt megbízásokat több száz munkavállalóval. Az alkalmazottakat aztán elvileg bejelentették, gyakorlatban ez nem mindig történt meg, de alapvetően ami biztos, hogy az adókat és a járulékokat pedig nem fizették meg utánuk, bevallások benyújtása is, hol megtörtént, hol elmaradt. Ami még egy plusz elem, ugye, hogy a szolgáltatás után, a munkaerőkölcsönzés után áfát kellene fizetniük, ennek a megfizetése is elmaradt. Ezen felül egy komplett könyvelőirodát tartottak fenn a trükkök eltüntetésére, amit az egyik elkövető volt felesége irányított. A bűnszervezet irányítóit végül országos akcióban a NAV kommandósai fogták el. A nyomozók mintegy 50 helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. A költségvetésnek okozott 1,6 milliárd forintos kár megtérülésére többek között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, luxusautókat foglaltak le. Jelen esetben a 20 gyanúsítottunknál három olyan fő gyanúsított van, akiknek a nagyobb súlyú bűncselekmények reméljük, hogy róhatóak lesznek a terhére, náluk akár 20 év börtönbüntetés is várható, illetve szabadságvesztés, azon belül majd a bíróság változtatja a fokozatot. A NAV bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával és 20 gyanúsított elleni vádemelési javaslattal adja át az ügyet a Baranya megyei főügyészségnek. Egy uniós statisztika szerint Románia után Magyarországon hal meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben. Idén augusztusig 37 kerékpáros baleset történt csak Tolna megyében. Ezek során 15-en súlyosan megsérültek. Az eset kétharmadánál a biciklisek voltak a vétkesek, sokan közülük számos szabályt áthágnak a közlekedés során a rendőrség tapasztalata szerint. A legtöbb szabálysértés a gyalogátkelő helyeknél történik, ahol a biciklisek többsége nem száll le a kerékpárjáról, pedig egy esetleges ütközés akár végzetes is lehet. Le kéne szállni a kerékpárról.
Nem száll le a kerékpárjáról, úgy hajt át a zebrán ez a férfi a szekszádi kórház előtti gyalogátkelő helyen, hiába tiltja ezt a kressz és egy tábla is, és hiába állott egy rendőr. Ez a férfi sem veszi figyelembe a közlekedési szabályt, és fékezés nélkül áthajt a zebrán ugyanitt. Pedig számos baleset éppen emiatt következik be, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Annak ellenére, hogy védett úton közlekednek, Szekszárdon a kerékpárút nem teljes szakaszában működik, hanem a kerékpárút megszakad, és számos gyalogos átkelő helynél a kerékpárosoknak a tábla jelzésekor le kell szállniuk, át kell tolniuk a gyalogos átkelő helyen a kerékpárt, majd onnét folytathatják az útjukat tovább a kerékpárjukkal. Rendkívül balesetveszélyes, ha valaki nem tolja a bicikliét a zebrán, hanem áthajt rajta, amennyiben nincs kialakítva bicikliút a gyalogátkelő hely mellett. A minap éppen itt a szekszádi kórház előtti zebránál ütközött össze két biciklis. Az ütközés erejétől mindketten leestek a bicikliükről, és egyikük 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egyre több biciklis baleset történik Tolna megyében. Sokan nem adnak elsőbséget, az is előfordul, hogy nem csak az autósokra, gyalogosokra, hanem egymásra sem figyelnek. Egy fiatal biciklis pedig a piros lámpa ellenére hajtott át a zebrán Szekszárdon, és egy autó elütötte. A kerékpáros súlyosan megsérült. Ebben az évben augusztus 31-éig 37 darab kerékpáros baleset történt, majdben 15-en súlyos sérüléseket szenvedtek, 22-en pedig könnyebben sérültek meg. 24 olyan járművezető volt olyan kerékpáros, aki a balesetért okolható. Ez azt jelenti, hogy ők szegtek valamilyen szabályt, amelynek következtében a balesetbe következett. Már csak azért is érdemes következetesen betartani a közlekedési szabályokat, mert a kerékpárosok súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek, mint például egy autóban ülő. Az Eurostat felmérése szerint az uniós tagállamok közül Románia után Magyarországon halt meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben 2017-ben. Ingyenesen akkreditált képzésen vehetnek részt védőnők, háziorvosi asszisztensek és szakdolgozók, hogy az emlőrákról tájékozódhassanak. Egy országos roadshow keretében szakemberek tartanak előadásokat a témában. A Mellünk Egészségéért elnevezésű program első állomása volt a pécsi. Mellünk egészségéért, ezzel a címmel indult el egy országos előadássorozat, melynek keretében többek között az emlőrák veszélyeiről hallhatnak előadásokat a szakértők. A program első állomása volt a szeptember 18-ai pécsi rendezvény. A cél, hogy a szakemberek a jövőben megtaníthassák a nőket és kiemelten a fiatal lányokat a mell helyes önvizsgálatára, és felhívhassák figyelmüket az emlőrák veszélyeire. Igazából ennek van egy technikája, amit elég könnyű elsajátítani, havonta egyszer kell elvégezni a menstruációs ciklusnak ugyanazon a napján, körkörös mozdulatokkal kell áttapintani az emlőt, ezt lehet otthon tükör előtt, lehet fekve, lehet ülve, lehet állva, a lényeg az, hogy ugyanazon a napon végezzük. A tapasztalatok szerint egyre gyakrabban jelentkezik fiatalkorban az emlődaganat, tette hozzá dr. Drajkó Veronika. Hogy alapvetően fiatalkori emlődaganatról akkor beszélünk, hogyha 35 évnél fiatalabb nőkben jelentkezik. Jelenleg azt veszük észre, hogy 30 év alatti nőkben egyre gyakrabban fordul elő az emlődaganat, és azt szoktuk javasolni, hogy 16-17 éves kortól kezdjék el a fiatalok az önvizsgálatnak az elvégzését. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy az önvizsgálat a mindennapi rutin részévé váljon, leginkább a fiatal lányok körében. A következő percekben a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Közelednek az idei pécsi napok. Szeptember 26-tól 29-ig idén is változatos programokkal vár mindenkit a rendezvény sorozat a belvárosba. A fesztivál a családok, fiatalok és idősebbek számára is tartalmas kikapcsolódást kínál. A nagy színpadon fellép többek között Karamell, lesz Pápai Joci koncert, érkezik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, fellép a Q-band és báb előadással is várja az érdeklődőket a Márkus Színház. Santa Daiwa koncert a Metronom Jazz Club színpadán hamarosan Pécsett. A formációt 2006-ban alapította Kézdi Luca jazz hegedűs és Szesztai Dávid multiinstrumentalista. A trió harmadik tagja, Szegő Dávid 2015-ben csatlakozott a zenekarhoz.
A három hangszer és egyéniség egy egészen sajátos és unikális zenei világot képvisel. Hangzásukat meghatározza a rendhagyó felállás, a hegedű, basszusgitár és dob hármasa. Francia barokk zenei est lesz szeptember 27-én este a Zsolnai negyedben. Párizs a 18. század közepén a művészetek, főleg a zeneművészet központjává vált, köszönhetően az ott élő kiváló muzsikusok százainak és a Versailles udvar fényűző igényeinek. A műsor segít elmerülni a francia barokk stílusban és felfedezni a francia művészet egyik leggazdagabb periódusát. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Netz Party Pécsen október 5-én az E78 színpadán. Ez nem a szívből jövő retro, hanem a Netz, ahol mérnöki pontossággal válogatnak a téma szakértői a 90-es évek és a 2000-es évek zenei szemeteséből, hogy együtt táncolhassunk a penge élén. Ász vagy gyász, ciki vagy nem ciki, gáz vagy nem gáz, tűzforró vagy őstré. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Mentálhigiénés tanösvényt alakítottak ki a Szekszárdi Balassa János Kórház parkjában. A Magyarországon egyedülálló gyalogút megállóinál dohányzással, alkohollal, droggal, depresszióval, szorongással kapcsolatos önismereti kérdőíveket lehet kitölteni és elgondolkozni a válaszokon. Az ösvény célja a betegségek megelőzése, a lakosság egészségfejlesztése. Nyugalom és madárcsicsergés. Ez fogadja az embert a Szekszárdi Balassa János Kórház parkjában, ahol most már egy mentálhigiénés tanösvény is várja azokat, akik kíváncsiak arra, hogy lelkileg mennyire egészségesek. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai által létrehozott tanösvény célja a betegségek megelőzése, mondta Németh Csaba, a kórház igazgatója, a tanösvény átadóján. Ebben az egészségmegőrzésben tudunk a hozzánk betérő nem csak betegeknek, hanem az őket látó még egészségeseknek, de egyébként mindenkinek, aki a egészségért tenni óhajt itt a kórház területén segíteni. A tanösvény többféle témával foglalkozik, többek között az alkoholfogyasztás problémájával, mivel a pszichiáterek tapasztalata szerint egyre több fiatalt és egyre több nőt érint az alkoholizmus, mondta vendég Magdolna, pszichiáter, a tanösvény egyik ötletgazdája. Kérdői formájában az egyik oldalon ki felmérheti, hogy az a mennyiségű alkoholfogyasztás, ami az ő életében szokásos, jelente problémát vagy sem, ha igen, hova fordulhat segítségért. A tanösvény állomásain az alkohol problémákon túl a dohányzással, a droggal, a depresszióval, a szorongással, a lelki megküzdő képességgel és az érzelmi intelligenciával kapcsolatos önismereti kérdőíveket lehet kitölteni és elgondolkozni a válaszokon. Az egészségfejlesztési iroda létrehozására és programjaira a Szekszárdi Kórház 80 millió forintot nyert egy Európai Uniós pályázaton, ennek egy nagyon fontos állomása a most átadott mentálhigiénés tanösvény. Egészséges ebéddel készültek és süteménydíszítő versenyt rendeztek a gyerekeknek a pécsi Szibert Róbert általános iskolában. A program a menő menza pályázat záró eseménye volt. Cél, hogy minél fiatalabb korban megismerkedjenek a tanulók az egészséges ételekkel. Az egészségről szólt egy nap a pécsi Szibert Róbert általános iskolában. Az intézmény már másfél éve szervez ilyen programokat a menő menza pályázat keretein belül. Ezúttal a gyerekek nem csak finom, hanem egészséges ebédet fogyaszthattak a nemrég megújult étkezdében. Volt rajta húsi, meg saláta, meg mindenféle, és nagyon finom volt. Ízlik? Igen. És ez miért jó, hogyha ilyen ételeket esztek, zöldséget, gyümölcsöt? Mert egészséges. A program részeként muffinokat is díszítettek a tanulók. Minden osztály más és más technikával dekorálta a süteményeket, melyet egy háromtagú zsűri értékelt. Az íz mellett a kinézetet és a felhasznált díszítő elemek összhangját is figyelték a bírák. Jobbnál jobb ételeket kóstoltunk. Én úgy gondolom azért nagyon fontos, mert a fiatalok megtanulják azt, hogy milyen jó egészséges alapanyagokból lehet egy nagyon finom ebédet készíteni, és ezáltal majd, hogyha felnőtté válnak, akkor majd a saját gyermekeiknek is ilyeneket fognak készíteni. Ez szerintem nagyon fontos. Az iskolában egyébként több alkalommal is szerveztek már az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvényeket. Élménynapot, rajzversenyt és kiállítást is megvalósítottak már a program keretében. A gyerekek igazi örömmel élték meg ezeket, mert a mai gyerekek szeretik az élménybe ágyazott tanulást, az élménybe ágyazott tudásszerzés lehetőségeit,
és boldogok voltak, hogy ilyen eseményeken, ilyen programokon vehetnek részt. Miközben az egészségük, az egészséges szemléletmódjuk alakult, változott, fejlődött. A menümenza program záró eseményén az iskola udvarán gyűltek össze a gyerekek, az asztalokon sorakoztak a süteménydíszítő verseny legjobbjainak szánt díjak, de rövid műsorral is készültek az iskola tanulói. Drágul az elektromos autózás. Fizetőssé vált az elektromos autók töltése, eltérő azonban, hogy melyik szolgáltatónál mennyi pénzt kérnek az áramtankolásért, és hol marad ingyenes az önkormányzattal közösen üzemeltetett egység. Egyelőre nagy a káosz a szolgáltatók piacán, nehéz kiigazodni az árakon. Szekszárdon 2016 ősze óta működik elektromos töltőállomás a piac mellett. Bátaszéken pedig 2017 óta lehet feltölteni az elektromos autókat. A Tolnai megyeszékhelyen 2018 nyarán egy újabb töltőállomást adtak át a strand parkolójában, és egyre több helyen, elsősorban bevásárlóközpontok parkolóiban lehet felfedezni elektromos töltőket, szerte a városban és Tolna megye több pontján. Egy nem hivatalos felmérés szerint közel 1000 töltőállomás működik az országban. Egy részüknél ingyen lehet feltölteni az autókat, mert egyes önkormányzatok vagy szolgáltatók átvállalják az e-töltés költségeit. Így van ez Bátaszéken is, ahol az önkormányzat működteti a töltőállomást, és ő is fizeti ki a villanyszámlát, ami havonta 4-5 ezer forintra rúg. Bozsolik Róbert, a várospolgármestere kérdésünkre elmondta, elenyésző ez az összeg, így ők ezt továbbra is fizetni fogják. Nem úgy, mint a többi szolgáltató, amik az idén nyáron jelentették be, hogy fizetőssé teszik az elektromos autók töltését. Eltérő azonban, hogy melyik szolgáltató milyen tarifarendszert dolgozott ki. Van, ahol megkezdett töltésenként egységes az ár, van, ahol a tankolt áram mennyiségétől, van, ahol az eltelt időtől függ a tarifa, de akad, ahol lehetőségeket tovább vegyítik. Az Elmű Émásznál például augusztus 1-től kilowatt óránként 10 forintról 99 forintra nőtt a tarifa, így megközelítőleg 1300 forintból lehet egy magas kategóriájú elektromos autóval 100 kilométert megtenni. Ugyanez egy benzines autóval 2300 forintra jön ki. Egyes kutaknál fix az összeg, független a felvett energiától és az eltöltött időtől, máshol ezt mérik. Nehéz tehát kiigazodni azon, hogy mennyibe kerül az elektromos autó feltöltése, és mindent egybevetve olcsóbb-e azt működtetni. Ha ugyanis hozzávesszük, hogy milliókkal drágább egy elektromos autó, mint egy benzines, akkor nagy kérdés, hogy a fizetőssé vált töltéssel mennyire éri meg egy elektromos autót megvenni. Még úgy is, hogy akár állami támogatás is igényelhető a vásárlásához. Eközben a környezetvédelmi szempontok is megkérdőjeleződtek egy tanulmány szerint. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A Metmarkest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu.
Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A múlt héten zajlott az Európai Mobilitási Hét elnevezésű esemény, melyhez Pécs is csatlakozott. Az esemény sorozat célja, hogy a városokban felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedési alternatívákra, mint a séta, a kerékpározás vagy a közösségi közlekedés. Ennek szellemében pécsi egyetemisták díszítettek fel kívülről egy helyi járatú autóbuszt festményeikkel. Mivel a fiatalok körében népszerű a biciklizés és a közösségi közlekedés kombinációja, így adott volt, hogy egy busz felületén jelenjenek meg a mobilitási hét kampányának fontos üzenetei. Megjelennek rajta a város és az egyetem főbb jellegzetességei, mint az épített környezet, vagy stilizáltan a kultúra sokszínűsége, a szellemi szabadság, a tudomány, és mindezt körbefogja egy színpompás inda, amely felhívja a figyelmet a természeti környezet szépségére, törékenységére. Háromdimenziós anatómiai bemutatóval és dietetikai tanácsadással várták a gyerekeket Siófokon. A városi és a környező települések iskoláiban mintegy 650 diáknak hozták közelebb az emberi szervezet rejtelmeit. Az utazás az egészség birodalmába elnevezésű prevenciós program célja, hogy felhívják az általános iskolások figyelmét a helyes táplálkozásra és a mozgásra. EKG, vércukorszint és vérnyomásmérés. Többek között ezeket a vizsgálatokat is igénybe vehették az érdeklődők Siófokon, hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központjában. 37 féle ingyenes vizsgálatot végzünk el magyar állampolgárok részére. Be vannak kardiológiai vizsgálatok, szemészeti vizsgálatok, laborvizsgálatok, de olyan érdekes vizsgálatok is, mint a vénás elégtelenség Doppler vizsgálata, arteriográfos vizsgálatok. Tehát az a cél, hogy minden egyes magyar állampolgár 20 perc alatt egy átfogó vizsgálati képet tudjon saját egészségi állapotáról elvégezni. Nem csak a felnőtteket, hanem a fiatalabb korosztályt is érdekes programokkal várták Siófokon. A gyerekek közelebbről is megismerkedhettek az emberi testtel és szervezettel. Minden szívveréssel két irányba küldjét, a testbe és a tüdőbe. Ebben a sátorban háromdimenziós anatómiai bemutatót tartottak a gyerekeknek. Engem nagyon érdekel, szerintem nagyon érdekes. A gyerekek között akadt olyan, aki már most odafigyel arra, hogy mit eszik, és rendszeresen mozog. Ez a mozgás is fontos, ez nagyon fontos, mert anélkül semmit nem ér az egész, és szerintem még az is számít, hogy mennyire figyelünk, mert például arra is nagyon kell figyelni, hogy ugye a felnőtteknek minden évben kell járni szűrésre. Az utazás az egészség birodalmába elnevezésű prevenciós program keretében több mint 600 siófoki és környékbeli iskola tanulóihoz hozták közelebb az egészséges életmódot. Az intézményekben kötelezővé vált ugye a teljes körű intézményi egészségfejlesztés. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja ennek a programnak a gyakorlati megvalósítási helyszíne. A cél az, hogy közvetlen szakemberektől a helyszíneken, érintve ezen területeket, tehát mondjuk egy emberi testetnek a testrészeit kézbe vehetik, megismerhetik, megfogják. Tehát a legfontosabb üzenet az, hogy minden gyermek már korán megismerje a prevenciót és a megelőzést, hiszen egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt. A projekt keretében 2030-ig formálják a gyermekek prevenciós gondolkodását, és játékos módon hívják fel a figyelmüket a megelőzés fontosságára. Jótékonyság és közösségi esemény, így lehet jellemezni azt a vasárnapi rendezvényt, amit Kárászon tartottak. Otthonról hozott süteményekkel telt meg a település vendéglátó egységének asztala. Itt az édességekért cserébe várták az adományokat a becsületkasszába. De a kávéfogyasztás sem a helyiek kasszáját gyarapította ezen a napon. A 318 fős baranyai kárász az összegyűlt pénzt jótékonysági célra ajánlotta fel.
a Köszi Kávé mintájáról, és mi Köszi Kárásznak hívjuk a mai délutánt, egy jótékonysági rendezvényt szerveztünk, ahol a háziasszonyok süteményt sütöttek, mi kávét ajánlottunk föl, és az ebből befolyó bevételeket a Pécsi Gyerek Klinikának fogjuk felajánlani. A nap úgy kezdődött, hogy 2 órakor egy falu séta indított el a rendezvényt, aztán a Pajta Színházban a Rátóti Csikó Tojás című színdarabot adták elő a Gagarin iskola diákjai, aztán folytatódott a falu séta, és itt lesz a fesztiválnak az árása, vagy a jótékonysági napnak az árása. Kis állatsimogató van, hallatszik a háttérben, majd talán egy kis zene is. Mindenki próbál hozzátenni a mai napnak a sikerességéhez. 10 év után ismét megrendezték Balén az elszármazottak találkozóját. Az eseményt idén hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Az egésznapos rendezvényen többek között kulturális műsorok, kézműves és kirakodóvásár, valamint gyermekprogramok is várták a helyieket és környékbelieket. Hagyományos német táncokat láthatott a közönség Palén. A baranyai településen második alkalommal rendezték meg az elszármazottak találkozóját. A program keretein belül lépett színpadra a 2017-ben alakult Tormási Néptánc csoport. A tagok egy közművelődési pályázatnak köszönhetően kezdték el ezeket a táncokat megtanulni. És abból fejlődött ki ez a német nemzetiségi tánccsoport. Tormásiak a tagok, fiatalok is, gyerekek, felnőttek, akik saját szórakozásukra kezdtek el először táncolni, most pedig másokat is szórakoztatnak ezzel a művészetükkel. Az egésznapos programokra a településen élők, de környékbeliek is érkeztek. Mint azt Palé polgármesterétől megtudtuk, először 10 évvel ezelőtt rendeztek hasonló eseményt, így most hagyományteremtő szándékkal ismét meghívták az egykori és jelenlegi lakosokat. Úgy látom, hogy örültek így az elszármazottak, hogy újra találkoztattak egymással. Valaki 2009-ben találkozott, mondjuk akik még itt élnek a településünkön, és most találkoztak 10 évre rá legközelebb. Úgyhogy nagy öröm volt számomra, hogy ezt így megszervezhettük, és reméljük a közeljövőben is. Most nem mondom, hogy évente lesz ilyen elszármazottak találkozója, de pár évente biztos, hogy meg fogjuk szervezni. A kulturális műsorok mellett kézműves és kirakodóvásár, illetve gyermekprogramok is várták a látogatókat a sportpálya területén. Együtt gyermekeinkért. Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lafarge Cement Magyarország Kft. 5. alkalommal rendezte meg jótékony célú futóversenyét. A felnőtt nevezők jelképes adományaiból befolyt összeget a szervezők Szent Lőrinc és Királyegyháza iskoláinak sporteszköz vásárlására fordítják majd, ezzel is támogatva a gyerekek sport iránti elkötelezettségét. A programmal párhuzamosan tartották a Királyegyházi Cementgyár hagyományos őszi nyílt napját is. Közös bemelegítéssel hangolódnak épp a legrövidebb távra a 3 kilométeres körre nevezők. A többiek Szent Lőrincről indultak és 4 kilométert futottak a Lafarge cementgyárig, a legbátrabbak pedig 11 kilométert teljesítettek. A versenyen 5 település több intézményének tanulói és pedagógusai is részt vettek. Fontos számukra ez a futás, hiszen akárcsak a korábbi 4 alkalommal a felnőtt nevezők adományaiból befolyó összegből, ami korábban 1,5 millió forint között volt, idén is a Szent Lőrinci és a Királyegyházai iskola részére vásárolnak már sportszereket. Szerettük volna, hogy ez ne csak egy átlagos futóversenye legyen, hanem legyen benne egy kis jótékonyság, és tényleg valahogy vissza tudjunk adni a helyieknek. És így jött az ötlet, hogy mire van legnagyobb szükségük a helyieknek, a helyi iskoláknak, nyilvánvalóan sportszerekre, mert hogy arra nagyon kevés futja a költségvetésből, és akkor ezt találtuk ki, hogy akkor a nevezési díjakból sportszereket vásárolunk, és ezt karácsony alkalmával, az advent jövetelével mindig átadjuk az iskoláknak. A Királyegyházai Általános Iskolába 116 tanuló jár. Az intézmény közösségének több mint fele részt vett a futóversenyen. Bátoljuk és támogatjuk mindig a közösségi programokat, azon kívül prioritást élvez az iskolánkban természetesen az egészségfejlesztés, úgy mint a fizikai, mint a mentális egészségfejlesztés is, és azzal, hogy így együtt futunk a gyerekekkel, tanárok, diákok, azt gondolom, hogy a példaadás is nagyon-nagyon fontos. Jótékonyság és egészséges életmódra nevelés. Ez a célja az Együtt Gyermekeinkért elnevezésű futóversenynek, melyet Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lafarge Cement Magyarország Kft. Közösen szervezett.
Abban a szerencsében részesülhettem, hogy az első kapavágástól 2005-2006-tól végigkövethettem az építkezés folyamatát, és 2011-es nyitás óta pedig kiemelkedő az együttműködésünk. A cementgyár aktivistái, dolgozói megtesznek mindent azért, hogy a falunak segítsenek, különösen az iskolás gyerekeket tűzték célpontjukba. A futás után a fiatalok bepillantást nyerhettek a 2017-ben aranyfokozatú nívó díjat nyert cementgyár gyártási folyamatába is. Az idei év különlegessége, hogy a gyerekek megtekinthették a 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházás keretében egyedülálló, csúszózsalus technológiával épülő 1000 tonnás silót is. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!